Egy esztendő kihagyás után találkoztak ismét labdarúgók, edzők, sportvezetők, játékvezetők, hogy ünnepélyes keretek között tekintsenek vissza az előző naptári évre, mégpedig egy mozgalmas és zsúfolt 2021-re, hiszen a félbeszakadt 2020-as őszi idényből 320 meccs átkerült tavaszra. Mint Kvaka Árpád, az MLS megyei igazgatója elmondta, ezúttal sem volt könnyű dolguk a rangsor felállításakor. Hogyha egy egész éves teljesítményt nézünk és értékelünk, akkor mindig nehéz dolgunk van. Ugye a versenybizottsággal szoktunk összeülni, illetve az elnökség is, az elnökségi tagok is tudnak javaslatot tenni, és nagyon sokszor több kategóriában is van olyan, amikor több név, több csapat felmerül, és bizony azért többször úgy át kell beszélni, hogy végül is kinek adjuk. Mindig van, azért azt hozzá kell tenni, nagyon sok kategóriában van olyan, hogy a most díjazott csapat vagy személy mellett is lehetett volna még kiket díjazni, de hát valakit választani kell, úgyhogy nem volt egyszerű dolgunk, de úgy gondolom, hogy jól sikerült a választás. Az év edzőinek Erdély Zoltánt választották, aki még játékosként is szolgálja csapatát, amelyet edzőként az új alakulást követően a megyei harmadosztályból vezetett a megyei első osztályba. Ilyen még nem volt része, természetesen eddig játékosként azért elég sok díjat vettem át, most edzőként is tényleg ez nagy megtiszteltetés. Hát ahhoz, hogy ide kerültünk, azért tudja mindenki, hogy nulláról kellett kezdenünk, nagyon fiatal csapattal, de nagyon reméljük, hogy a múlt év is, meg ez az év is olyan lesz, hogy építkezni tudunk a csapattal. Külön díjat vehetett át Lukács Tibor és Kis Tamás. A megyei válogatott az ő irányításukkal jutott be az amatőr csapatok számára kiírt torna országos döntőjébe, ahol a harmadik helyet szerezte meg. Nagyon jó érzékesekkel gondolok vissza, hiszen egy nagy sikert értünk el. Amikor vége lett a tornának, ott egy kicsit kellemetlen volt a szánk íze, hiszen benne volt az, hogy még szebb sikert érünk el, hiszen nagyon szoros mérkőzésen kaptunk ki az elődöntőben Baranya megyétől. Négy leülepedve már én azt gondolom, hogy nagyon szép sikert értünk el, és visszagondolva teljesen jó érzések töltenek el. Ezt a sikert szinte edzés nélkül értük el, összetartás nélkül értük el. Ha előrébb szeretnénk lépni, akkor mindenféleképpen abba kell gondolkodni, hogy többet edzeni, illetve egy összetartás szerűt. Hát mondjuk nagyon nehéz megoldani, tehát nagyon nehéz, mert az egyesületek azért ragaszkodnak a játékosaihoz, de ha még szebb sikert szeretnénk elérni, akkor áldozni is kell érte. Az év labdarúgójának, az Ibrányi Nagy Dávidot, a legjobb utánpótláskorú facistának, a gyulaházi Csercsa Gergőt, a legjobb férfi csapatnak, a Megyekettes Vámos Oroszit, a legjobb női egyesületnek pedig a Csenger Petőfi DSS-ét választották. Az utánpótlás csapatok között a Vaja, az utánpótlás edzők között a Tiszavasvárit irányító Szabó Zoltán, a játékvezetők között pedig Kosztyú János bizonyult a legjobbnak. Az év aktivistája díjat Török István kapta, Konsz Tibor, a Szabolcs Foci Info munkatársa pedig a megye labdarúgásáért végzett munkája elismeréseként kapott díjat. Posztumusz elismerésben részesült a decemberben elhunyt Kósa János, aki a női labdarúgás meghonosításáért tett sokat a megyében.